1923-ban születtem, július 26-án, Krasznay Béla a nevem. Cegléden születtem. Hát ezt két részre osztom, mert az első az egy 7 éves volt, amiben benne volt a 3 évres, és utána 56-ban másfél. Hát így jött ki a 8 és fél év. De hát szerencsém volt, mert 56-ban nem azért ítéltek el, ami, mert akkor most nem ülnék itt. Szerencsére nem volt rám vallás. Hát engem 1948. szeptember 6-án tartóztatott le az Államvédelmi Hatóság összeesküvés és kémkedés vádjával. Másfél hónapig voltam bent a zárkába, állandó kihallgatások mellett. Ebből akkoriban úgy nézett ki, hogy egy ilyen monstrepert akarnak csinálni, egy ilyen nagy összeesküvés monstrepert, de aztán valahogy elmentek másfelé a dolgok, valószínűleg a Mindszenty per közbe jött, akkor a Rajk per közbe jött, és nem tudtak nálunk bizonyítékokat szerezni. Tudtak sok mindent, legalábbis azt hitték, hogy tudják, de nem tudták bizonyítani. Ez egy érdekes szituáció volt, mert abban az időben ugye még úgynevezett koalíciós idő volt, ahol a bíróság nem kommunista kézbe volt, hanem szocdem kézbe, tehát a bíróságok megkövetelték a bizonyítékokat. Most ők bizonyítékot nem tudtak adni, de ők már akkor tudták, hogy a hatalmat át fogják venni, és nem akartak kiengedni bennünket a markukból. Ezért csak leinternáltak, mert az internálás az a kommunista kézben volt a rendőrség, és a rendőrség tartotta fönt az internáló táborokat. Utána ugye összeesküvésbe és kémkedésbe a gyanú fölmerült, ők ezt ki akartak vonni a forgalomból értetően, az ő szemszögükből. Tehát nekik nem voltam egy persona grata. Aztán én nem tudom miért, de valahogy mindig, pedig én nem voltam egy szájártatós típusú ember, de valahogy azért mégis, ahol egy büntető brigád vagy büntető egység megalakult, abban én benne voltam. Valahol valaki rátett egy X-et a nevemre, és az aztán elkísért végig. De nézzenek, én egy nagyon régi nemesi családból származom. 1400-ból van olyan oklevelünk, amelyikben úgy újítják a nemességet, hogy az ősi nemesség kétségtelen legyen. Tehát már 1400-ban ősi nemességről beszélnek. Na most, hát én ebben soha nem kérkedtem, én ebben nem érzem magam különbnek, de büszke vagyok rá. És hát ugye földbirtokos volt a család, és katonatiszt. Ez a kettő pont olyan volt, amit az a rendszer nem szeretett. Ez a két fő ellenség volt, a földbirtokos és a katonaság. A dédapám az császári tiszt volt, és 1848-ban a forradalom alatt átállta a magyar oldalra, és ezért halálra ítélték. Úgyhogy az akasztófa alatt olvasták föl neki az életfogytiglanra való kegyelmet. Hát ilyen családi hátterem van nekem, és természetes volt a családom előtt is, hogy én nekem ez az utam. Nézze, én az 50-es éveket rács mögött töltöttem. 48-ba fogtak le, akkor másfél hónap után a budadéli internálótáborba kerültem, onnan másfél hónap után visszavittek pótnyomozásra, akkor voltam az ávón, akkor átvittek a katonapolitikai osztályra, akkor megint vissza az ávóra, és akkor utána megint visszavittek Kistarcsára. Helyesebben még Budadére, és onnan mentünk át aztán Kistarcsai internáló táborba, amikor a budadéli internáló tábort megszüntették. Már akkor 2 éve fogoly voltam, amikor Reskre vittek. Tehát 50
nyár végén bejöttek az internálótábor egyik szobájába, ahol voltam, és felolvastak több nevet, köztük az én nevemet is, hogy szedjük össze a holmit, akkor még ugye civil holmink volt, mert hiszen internálásban civil holmikkal voltunk. És le kellett menni a beszélőépületbe, ahol ilyen pokrócok voltak kiterítve, és egy ilyen pokrócon voltak ilyen használt ávosruhák, ilyen katonaink, hosszú alsónadrág, vászomból, meg kapca, meg rossz csizma, és ezeket kellett fölvenni. Na most nem csináltak titkot belőle, mert ugye, ahogy az előbbi beszélgetésünkkor mondtam is, hogy általában az volt a rendszer, hogyha úgynevezett rabosítás, tehát az annyit jelentett, amikor a börtönbe vagy valami zárt helyre befogadták az illetőt, és átöltöztették rabruhába, akkor leltárba vették a leadott civil holmikat, és raktározták. Hogy amikor szabadul valaki, akkor azt visszakapja. Hát erről szó se volt, mert ami nekünk ott egy halomba kellett dobálni minden civil holminkat, és nem is csináltak titkot belőle, megmondták, hogy maguknak erre már nem lesz szüksége. Most mi először azt hittük, hogy a Szovjetunióba visznek bennünket. Mert ugye beöltöztünk, akkor ott vártunk egy darabig, akkor megjelentek teherautók, ilyen leponyvázott teherautók, abba bezavartak, akkor elmentünk Gödöllőre, és Gödöllő vagomba raktak. Na itt kezdtük komolyan gondolni, hogy a Szovjetunióba megyünk. De érdekes, hogy köztünk voltak vasutasok is. Most akkor már elég régi rabok voltunk ahhoz, hogy tudtunk úgy beszélni, hogy nem lehetett a többieknek hallani. Tehát ezzel a csendes rabnyelven tudtunk már beszélni, és a vasutasok elkezdték mondani, hogy mert ők a váltók csattogásából tudták, hogy merre megy a szerelvény. Hát ez a szakma, ugye? És mondták, hogy Heves Eger felé megyünk, tehát nem a Szovjetunió. És hát akkor úgy voltunk bevagonírozva, hogy körülbelül 50-en voltunk egy ilyen marhakocsiba, rabagomba, aminek a középső ajtó részén két ávós volt géppisztollyal felénk fordulva, és nekünk meg törökülésbe kellett leülni a többi területen, és lehajtott fejjel nem szabadott beszélni, nem szabadott mozogni, de hát azért mi így beszéltünk. És akkor egyszer csak megállt hajnalban, megállt a vonat, kinyitották az ajtót, és szabályosan elkezdtek kirugdosni bennünket a kocsiból. Most azt láttuk közben, hogy egy városnak vagy községnek a határában vagyunk, láttuk messzebb olyan 500 méterre a állomást, és akkor láttuk először ezt a táblát, hogy recsk. Akkor lóháton lévő ávósok fogtak körbe bennünket, és elkezdtek futásba fölfelé zavarni a hegynek. Nem volt út, ilyen bokros, fölfelé langszal, dombos területen fölfelé hajtottak bennünket futásba. Körülbelül a 5 kilométer után megálltunk egy kapu előtt, egy ilyen összeácsolt fából, összeácsolt nagy fakapu előtt, és egy ilyen félig kész táborba találtuk magunkat. Ez volt a Zergehegy. Úgy hívták, hogy Zergehegy. De ez gunnév volt, mert más neve volt, a hivatalos neve az más név volt. Már nem is emlékszem rá, hogy micsoda. Most ez abból állt, hogy volt egy hatalmas terület körbe kerítve. Ilyen 2-3 méter magas drótkerítés, 50 méterenként őrtornyokkal, és a két kerítés között fölgerebjézve a ásott terület. Most amikor mi odaértünk, akkor volt egy kőépület, amiről később kisült, hogy ez valamikor volt az erdészház, ebbe volt az ávos őrség, és volt egy ilyen juhodály, ugye avval a piszokkal, amiben a juhok ott voltak, abban laktunk mi.
De itt már találtunk körülbelül egy 100-120 fős társaságot, amiről kisült, hogy szozdemek voltak. Most, hát persze nem ismerik az akkori körülményeket, de 47-ben a kommunisták rákényszerítették a szociáldemokratákat, hogy fuzionáljanak velük, és így megalakítsák a munkáspártot. Most a jobboldali szociáldemokratákat, azokat vagy már akkor lefogták, vagy elmenekültek. Na, ezek baloldaliak voltak, akik megszavazták az egyesülést, csak úgy látszik, hogy később fintorogni kezdtek, és nem tetszett egészen a dolog. És akkor ezek elhatározták, hogy két legyet is ütnek egy csapásra, mert részben kivonják a társadalomból azokat, akiknek nem tetszik, részben pedig, mivel ezek mind a gyárakban voltak, megfélemlítik a munkásságot. Hát ez is történt. Összeszedtek egy ilyen 100 fős társaságot, különböző ilyen hát üzemekből, és azt mondták nekik, hogy hát maguk ugyan a mi kutyánkölykei, de megtévedtek, hát most jóvá tehetik. Ide majd gyilkosokat hozunk, fasiszta gyilkosokat, maguk megcsinálják a nagy kerítést, és akkor hazamennek. Hát mondom is, hogy megcsinálták a nagy kerítést, és nem mentek haza. Ahogy az már szokott lenni, hanem első lépésben megérkeztünk körülbelül egy olyan 200-an kis tarcsáról. Most ekkor még erdő volt azon a területen, ez egy ilyen domb tetején volt ez az egész rész, és másnaptól kezdve erdőt írtottunk. Most gondoljon bele, hogy akkor már 2 év óta tulajdonképpen nem csináltunk semmit, csak ültünk. A tenyerünk el volt puhulva. Volt közöttünk munkás ember is, meg paraszt ember is, de ők is így voltak, és másnap neki kellett állni, és naponta 14 órát dolgoztunk hajszoltan, és egy óra múlva már mind a két tenyerünk tiszta vér volt, mert egymás után fakadtak föl a vízhólyagok, a fűrészt, ahogy rángattuk, és ez csak hónapok múlva, amikor már teljesen elkérgesedett, akkor múlt el. Hát így kezdődött, és akkor kiirtottuk azt a részt, az erdőt kiirtottuk, ahol a tábort föl kellett építeni. Akkor utána a kiirtott fákból ilyen barakanyagot készítettünk elő, és akkor fölépítettük a barakokat, és amikor elkészültek a barakok, akkor kisztartsáról egy olyan 600 fős társaság érkezett újra. Ezek már a barakokba jöttek be. Most hát úgy tudom, volt Recsken látta. Egy barakot úgy állítottunk helyre, hogy az úgy nézett ki, ahogy ott a barakok néztek ki, és hát a többi is úgy nézett ki, és hogy nem volt értelme minden barakot helyre állítani. A emeletes barak, vagy a emeletes ágyak voltak, ilyen fonott ággal volt az alsó rész összehozva, és körülbelül ilyen vastag, ilyen 5 centi vastag szalmazsák volt, törekkel kitöltve, úgyhogy éreztük azokat a fa hullámokat, amik hát ugye alattunk voltak. De hát nem igen törődtünk vele, mert annyira ki voltunk fáradva és merülve, hogy jó volt elnyúlni ilyen. Tudja, amikor 2 évi nem semmi se csinálás után az ember belezökken egy ilyen hajszolt, eszméletlen munkatempóba. Az ember egy ilyen ólmos zsibbadságba élt. Nem törődött semmivel, nem gondolt semmire, mint a gép úgy mozgott, rángatták, hajszolták, ütötték. Ez volt az az idő, amikor például az ávosok avval szórakoztak, hogy és avval szórakoztak, hogyha valaki elment a közelükbe, akkor gyere ide, ürge, ürgének hívtak bennünket. És avval fogadtak egymásnak, hogy egy ütéssel ki tud leütni egy embert. Csak úgy, szórakozásból. Na hát ilyen, így kezdődött az életünk akkor, és ilyen körülmények között éltünk. Hát kezdettől fogva, ugye, és akkor mikor megjöttek a többiek,
Akkor még építettünk egy újabb baraksort, amit már nem töltöttek föl. Még egy, a következő év januárjában még egy transport érkezett, és ebben tulajdonképpen lezárult a létszám, ami olyan 1450 körül volt. Ma se tudjuk pontosan, hogy hányan voltunk, mert semmilyen hivatalos értesítést azóta se kaptunk. A halottainkról se tudunk, hogy hányan haltak meg, mert arról se kaptunk semmilyen. Na de erről majd később beszélek, amikor hát mondjuk időrendbe odaérünk. Mindehhez a hajszolt napi 14 órás munkához kaptunk 1000 kalóriának megfelelő ételt, de annak is egy részét ellopták. Na most el tudja képzelni, hogy egy pár hónap után már szédelegtek az emberek. Mert a hajszolt munka, kemény munka, napi 14 óra, és ennyi kalória, ez aztán azt okozta, hogy nagyon megnőtt a balesetek száma. Mert ugye az embereknek elvonta a figyelmét a gyöngeség, nem tudtak úgy koncentrálni, abszolút primitív eszközökkel csináltuk a munkát, ugye kézifűrész, balta, fejsze, aztán később a csákány, meg a vaspejszer a bányába. Tehát addig, amíg a barakok nem álltak, és a barakokba, úgy így mondjam, be nem laktuk. De ez annyira primitívek voltak a barakok, hogy átfújt a szél rajtuk. Amikor aztán később, decemberben elkezdett havazni, akkor a felső sor reggelente be volt havazva az ágyon. Mert ott az eresz alatt ugye nem volt semmi, ott szabadon fújt a szél, és befújta a havat. Most csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy október közepén elkezdett esni az eső. Ez a jó áztató mátrai eső, és amikor az ember egyszer csak érezte, hogy a hátán végig szalad az első víz folya. Hát akkor utána a következő, és egy fél óra múlva már nem éreztünk semmit, mert tiszta víz volt mindenünk. Ugye ez a posztó megszívta magát, teljesen át volt ázva, és ez a átázottság egész december közepéig tartott, amikor ránk fagyott a ruha. Most nagyon sokat gondolkoztam azóta is, hogy tulajdonképpen nekünk mindannyiunknak egy hónapon belül tüdőgyulladásban meg kellett volna halni. És alig volt megfázás. Én ezt annak a csodálatos recski levegőnek tulajdonítom, amiben ott éltünk, mert én világ életemben hajlamos voltam a náthára, és ilyen körülmények között még csak náthás sem voltam. Most ott a táborban, talán még most az elején említem, a társadalmi keresztmetszetet, mert ez egy érdekes probléma. Hát a társadalom minden szegmensiből voltak ott rabok. A munkások, a parasztemberek, a tisztviselők, katonatisztek, hivatalnokok, földbirtokosok, ügyvédek, doktorok, és soha a három év alatt föl nem merült, hogy te egy parasztember vagy, én meg egy őrgróf. Mert azok is voltak. Olyan segítőkész társadalom alakult ki egy-két napon belül, hogy a kétkezi munkások mutogatták meg nekünk, értelmiségeknek, hogy hogy kell valamit megfogni, hogy az lehetőleg minél kevesebb fáradtsággal járjon, vagy. Tehát mutatták a fogásokat. És nagyon bajtárcsas volt az egymással való viszony. Azért hát, ez híres ez kimondottan arra volt, mert ugye, ahogy mondtam, hogy mondták, hogy nekünk arra nem lett szükségünk, bennünket ott a munkán keresztül akartak elpusztítani. Ezért volt ez a kiméletlen bánásmód, a hajszolás. Nem akartak ott rögtön tarkon lőni bennünket, hanem gondolták, hogy nyitunk egy bányát, abban meg mi belepusztulunk, ő nekik meg lesz egy jó bányájuk. De hát nem így alakult, nem így, ahol
az idők kerekét faragják, ott másképp faragták. Mi ezt akkoriban így mondtuk. Ugye a nap úgy kezdődött, hogy reggel nyáron 5-kor, télen 6-kor volt ébresztő, hát a mosogodásról szó se volt. Részben, mert át voltunk ázva, részben nem volt elég vízünk még az ivásra se. Egy félcolos csap volt az 1400 ember részére, meg a nem tudom én hány száz ávós részére. Úgyhogy amikor mi kinyitottuk a csapot, hogy vizet vegyünk, már a felső törzsépületbe ordítottak, hogy zárd el a csapot, mert akkor nekik nem volt vízük. Most tehát ilyen körülmények között mondom, ivóvíz nem volt elég, nem hogy mosakodni tudjunk. De nem is lett volna szükség a mosakodásra, úgyis tiszta vizek voltunk. Ezt aztán későbbi hát évek folyamán bővítették, sikerült vizet találni, és akkor már hát volt elég ivóvízünk is meg. Most akkor meghozták a reggelit, ami abból állt, hogy kaptunk egy olyan 4-5 decinyi fekete levet, amire azt mondták, hogy kávé. De hát ez ilyen valószínűleg ilyen pirított kenyér héjából készült valami lehetett. Ízetlen volt, de még, és a végén még csak meleg sem volt már. Mert ez csak úgy most mellékesen jegyzem meg, hogy a hadifogoly táborban a németekkel is voltunk együtt, és azok minden magukat szugerálták, hogy milyen jó, mert amikor olyan kaptunk levest, hogy az oroszok meg levest adtak állandóan, és akkor mondták, hogy sündik, hogy jó, hát sűrű, mert nem volt az sűrű. Akkor már semmit sem tudtok rámondani, azt mondták, hogy sőn varm. De hát itt még mondom, azt se lehetett mondani, mert különösen mi büntető brigádosok utolsónak kaptuk mindig, és már tulajdonképpen hideg volt az étel, amit kaptunk. Most akkor, hát akkor osztották ki a kenyeret. Na ez volt talán az étkezés legtartalmasabb része, mert olyan 40 dekányi koromfekete ragasztot kaptunk kenyérnek, de mégiscsak kenyér volt. Most ezt mi osztottuk el, nem tudom mennyi darab volt, úgyhogy hárman kaptunk egy ilyen kocka kenyeret, és hát ugye kés nem lehetett tartani. De azért mégis mindenkinek volt kése olyan értelemben, hogy a kanálnak, ami egyetlen hát étkezési szerszámunk volt, kifentük a nyelit. Úgyhogy az éles volt. És hát mindig hárman álltunk egy ilyen kenyér csoportba, és minden nap más osztotta, más vágta a kenyeret, és aki vágta, az kapta utolsónak. Tehát mindig nagyon vigyázott, hogy lehetőleg tényleg egyforma adag legyen. De hát mondom, bajtársaság nagyon erős volt, úgyhogy hát ebből nem csináltunk különösebb problémát. Akkor volt egy olyan reggeli után egy olyan fél óránk, amikor úgy ott szederőzködtünk. És akkor elindult a munkába való kivonulás. Úgy történt, hogy 8 barak volt, 8 brigád. Először a kivonulásnál mindig a büntető brigád vonult ki elsőnek, visszabevonulásnál pedig utolsónak. Most ez azt jelentette, hogy mi legalább egy, de inkább másfél órával többet voltunk kint, mint a többiek. Most ezek az ávósok jeleskedtek a számolásba. Volt, amelyik 8-10-re átszámolt, és sose jött ki ugyanaz az égeredmény. Akkor kezdték megint előről. Úgyhogy volt úgy, hogy másfél óra alatt jutottunk be, amikor beérkeztünk a tábor elé, be a lakótáborba. Na most mi ugye nem tudtuk az ávósoknak a neveit, hanem ilyen ragadmány neveket adtunk nekik. És hát az egyiket azért, mert kiváló számoló volt, elneveztük számtantanárnak, mert 10-15-ször számolt végig, és sose jött ki ugyanaz az eredmény.
Nos, tehát akkor kivonultunk. Ez ugye időnként változott, hogy hova vonultunk ki. Én most már mondjuk arról az időről kezdek beszélni, amikor már állt a barak, már abba laktunk, és jártunk ki a bányához. Tehát azt, hogy miért kerültem oda, azt senki nem tudta, hogy miért került oda. Valószínűleg ugye, amit hát gondolunk, hogy megfélemlítésnek szánták a többiek felé, meg még így bennünket még plusz akartak hát büntetni. Ez annyit jelentett, hogy a többiek 7 decis kanállal kapták az ételt, mi 5 decissel. Akkor a többiek a zárt táboron belül szabadon mozogtak, bennünket állandóan fegyveres ávós kísért. Nem állhattunk szóba másokkal. Ha valaki hozzánk szólt a többiek közül, akkor bevágták közénk. Tehát ez azt a célt is szolgálta, hogy a többieket is megrettentették. Jóval durvább volt a bánásmód, mikor a többieknél már nem volt verés, nálunk még javába verték az ember, minden ok nélkül. Képzelj el, hogy ment valamit, csinált valamit, és ezt csak elkezdték verni. Különös az első év volt ilyen megvadult dolog. Az első év második részébe kezdtük el tulajdonképpen a bányamunkát csinálni, ami abból állt, hogy a tábor, külső tábor területén volt egy nagy szikla hegy. Most ennek ugye a belső része az andezit volt. Tehát gyönyörű, szép kék andezit. De az egész hegy borítva volt ilyen homokos, kődarabos földdel. Most ezt le kellett először hántani róla, hogy hozzáférjünk a tiszta sziklához. Hát ez körülbelül egy évbe telt, amíg így megtisztítottuk a hegyet. A végén már 10-12 méteres meddők voltak, amiket kihordtunk. Eleinte tróglival, nem tudom, tudja mi a trógli, az egy ilyen, körülbelül egy olyan 3-4 négyzetméteres deszkalap, aminek nyele van. És két ember vitte, ez a trógli. Most eleinte úgy volt egy brigád, ilyen fejtőbrigád, hogy két ember fejtett, 4 ember vitte ki a meddőbe. Tehát mentünk mindig a szikla felé, és azt vittük le, és oldalt leöntöttük, úgyhogy ez fokozatosan nőtt ez a plató. Aztán később jöttek ilyen üzemi csillék, ilyen könnyű sinekkel, amiket mi raktunk ki, hol ide, hol oda, ahogy kellett menni. De hát ebben viszont megnőtt a gondom, mert ezek egymás után kezdtek el lezuhanni a rézsűn. Most egyre jobban kezdett gyöngülni a társaság. Ez úgy kellett fékezni ezt a csillét, mert nem volt fékje, hogy a sárhányó és a kerék közé bedugtunk egy fadurungot. És akkor aki vitte a csillét, az rajta állt a keretin, az alsó keretin, és amikor fékezni kellett, akkor rálépett teljes súlya level erre a gerendára. És az a kereket elkezdte fékezni. Most volt olyan ember már, aki nem bírta erővel, és teljes gőzzel kirontott a semmibe. Hát ezek rendszerint meg is haltak. Most ahogy mondtam az elébb, sok baleset volt, pontosan emiatt, mert olyan primitív eszközökkel dolgoztunk, hát ugye, mikor a faktermelés volt, akkor rázuhant a fa az emberekre. Sokan meghaltak. Akkor, mikor elkezdtük a bányamunkát, ezt a fejtést, akkor részbe hát ilyen csilleszerencsétlenségek, részbe alávágtak ilyen kagylószerűen alávágtak a földnek, és aztán rázuhant. Aztán akkor utána, amikor jött elértük már a sziklát, és elkezdődött az igazi kőbányai munka, akkor egy szál kötélen lógtunk 30 méter magasan, egy vaspejszerrel a kezünkbe, és feszegettük le a szikladarabokat. És gondolja rá, hogy télen, kesztyű nélkül,
fogtuk a fagyott vas pejszert, és avval szedegettük le a sziklát. De akkor már az ember túl volt mindenen, akkor már ilyen dolgokkal nem is törődött. Én most itt még megemlítem, mert kell róla beszélni, hogy mikor az a olmos zsibbadság, amiről az előbb beszéltem, elmúlt, akkor egy olyan pezsgő kultúrélet alakult ki, hogy én ezt nem tudom magának elmondani. Volt, aki fejből Shakespeare-t mondott angolul. Volt, aki nyelvórákat adott, volt, aki csak beszélgetett ilyen csoportokba. És ezek a paraszt emberek, meg munkás emberek, ezek oda jöttek mindig hallgatni. De itt tényleg önképzőköri szinten mentek a dolgok, és nagyon sokat próbáltam. Mindig azt mondtuk, hogy ez egy második egyetem. Tehát visszatérve a bányamunkára és a napirendre, délelőtt ebédig ment a hajszolt munka, attól függ éppen melyik stádiumában volt a bányamunka vagy építkezés, akkor fölhozták a bányába az ebédet, ami hát elvileg két fogásból állt, egy levesből meg valamiből. Hát persze az, hogy húst kapjunk, az ismeretlen fogalom volt, legalábbis eleinte. Mert itt is több korszak volt ugye az életben. Attól függ éppen, hol állt a rendszer. És akkor hát megebédeltünk. Most a többiek azok beszélhettek egymással, összekeveredhettek. Nekünk még a munkaterületünk is teljesen el volt különítve. Úgyhogy oda nem jöhetett senki, és mondom, mi fél literes kanállal kaptuk azt, amit a másik hétdecissel. Nézze, voltak különböző büntető eszközök, elsősorban volt a sima fogda. Mert fölépítettek egy fogdát, amelyikben sötét zárkák voltak, méghozzá olyan formában, hogy volt négyes sötét zárka, akkor egyes sötét zárka is, és az álló sötét zárka. Az álló sötét zárkában még csak leülni se lehetett, csak állni, és gondoljon el, hogy 10 napra mondjuk betették oda. Hát úgyhogy az embernek a lába az, mint az elefánt olyan volt, mikor kijehetett. És ez mindenhez annyit jelentett, hogy még abból a kiskozból is a felit kaptuk, és azt is jéghidegen. Én kétszer voltam ilyen 30 napos sötét zárkába. Az ebédet, és kétszeri étkezés volt akkor csak. Tehát nem volt vacsora. Délután úgy 5 óra körül kaptuk meg a fele adag ebédet, jéghidegen, és még csak kanalat se adtak hozzá. Úgyhogy kézzel kellett enni, ami benne volt. Na most ezt aztán súlyosbították a gúzzsal. Gúzsbakötéssel. Nem tudom, tudja-e mi a gúzsbakötés. Az annyit jelent, hogy az embert leültetik a földre, és akkor a csuklóját, mind a két csuklóját így oda kötik szíjjal, ilyen vékony szíjjal oda kötik a bokájához. Most ez annyit jelent, hogy ugye teljesen a mellkasa teljesen rászorul a térdire, és egy olyan 10 perc múlva alig kap levegőt. És egy negyed óra múlva pedig elkezd lüktetni az egész teste, mert a vér akar tovább mozogni, de el van kötve. Most a recske még azt is kitalálták, ami mondjuk nem egy normális gúzsba kötés, de ott úgy csinálták, hogy ahogy ült az ember a térde és a könyöke közé, bedugtak egy seprűnyélszerű rudat, és eldöntötték az embert. Úgyhogy ez annyit jelentett, hogy amíg a súlya is ránehezedett, úgy általában 20 perc után az ember elájult. Nem is volt rossz, mert legalább nem fájt akkor. Volt olyan egyik bajtársunknak, leégett a keze. Tudnék, a fogdát nem fűtötték a cellákat, de a folyosót azt igen. Ott tartózkodott az őrség, mert volt még egy őrszoba, meg a folyosó. Most a folyosót azt fűtötték, egy ilyen dobkájával fűtötték, és ezt mellette kötötték ki gúzsba, és
Mikor ledűtötték, akkor a keze hozzáért a kájához. És amikor már olyan büdös volt, égett hússzag volt, akkor hozták el onnan. Amputálni is kellett a kezét. Csoda, hogy életben maradt. Minden alkalommal. A verés egy olyan normális dolognak számított, mint ahogy most mondjuk beszélünk. Minden ok nélkül. És most egy nagyon fura dolgot mondok. Tulajdonképpen, ami igazán rossz volt Recsken, az nem a verés volt. Mert abba a szörnyű monotonitásba, amiben éltünk, az majdnem egy üdítő változatosságnak számított. Most nagyon furcsa, ugye, amit mondok, pedig így volt. Egy másféle dolog, ami történt az emberrel. Hát persze fájt, mert azért nem volt kellemes, amikor ököllel ütötték az ember fejét, vagy csizmával rúgták. Ugye akkor ebéd után volt egy olyan 10 perc szuszanás, és akkor újra kezdődött a hajsza, egészen sötétedésig. A sötétedéskor, hát ugye összeszedték a szerszámokat, már ott fönt leszámoltak, akkor elindultunk befelé egységenként, mi büntetősök utolsónak jöttünk, és akkor ott a barak tábor kerítése előtt összetorlódtunk, és ott számolták be a brigádokat, hogy bemehessenek. De ahogy mondtam, úgy számolták, hogy sokszor 8-10-szer be kellett számolni. Általában mindig utolsónak jutottunk be, úgyhogy ez legalább egy plusz órát jelentett. Most ez nyáron nyög csak-csak, de gondolja el télen, hogy amikor a mínusz 10 fok volt. Nem volt mindegy, hogy az ember hogy kerül, mikor kerül be a födél alá, mert ugyan nem fűtötték a barakot, de azért mégis annyi ember beleelte. Tehát mondjuk 6-8 fok volt, 7-10 fok volt bent akkor. És abban a nomád életben, amit akkor éltünk, ez már egy elviselhető hőfoknak számított. Most ugye a vízről már beszéltem, hogy az alig volt, akkor egy év múlva megépítettek egy fürdőt. Havonta egyszer fürödtünk, úgyhogy 5 fő kapott egy ekkora darab szappant, mert azon nem volt. Hát nem volt fogkefénk, nem volt fogkrémünk, nem volt szappanunk. A tisztálkodás maximum annyi volt, hogy így csináltunk a vízzel. Bejöttünk este a barakba, átfázva, átfagyva. Akkor meghozták a vacsorát, ami rendszerint valamilyen löccsös leves volt. És a többi brigádban, ha maradt a kondérba, azt kiosztották. Nálunk elvitték a többiek részére. Tehát ha nálunk maradt, nem kaptuk meg. De hát akkor jött ez a úgynevezett önképzőkör utána, és kezdtük magunkat egész jól érezni. És hát akkor úgy jött a villanyoltás. Most volt idő, ugye, amikor az különös az első hónapokban, amikor az ősz kezdett télé válni, és tiszta nedves volt minden rajtunk. Most gondolja el, hogy úgy aludtunk, hogy nem volt annyi hely a pricseken, hogy mindenki háton fekhessen. Mert nem fértünk el. Ódalt feküdtünk, és parancsszóra fordultunk. Hogy egyáltalán hát valami mozgás legyen. Most úgy nézett ki a fekvés, hogy mindenkinek volt egy fokróca. És hárman fértünk be egy ilyen prics részbe, abból az egyik leterítette a pokrócát a szalmazsákra, azon ráfeküdtünk hárman. A fehér nemű az rajtunk maradt, de a posztoruhát levetettük. De hát az tocsogott a víztől. Most a nadrágot meg a zubbont így tocsogva összehajtottuk, az volt a párna. Másik két pokrócot magunkra tettük, és arra tettük az átázott köpenyeket. Most tulajdonképpen egy duncba aludtunk. És hajnalban ugye fölébredtünk,
Ba, a víz meg volt fagyva, ahol éppen volt, és akkor kiugrani, és ebben ezt a vizes ruhát magunkra venni. De látja, mindenhez hozzá lehet törni, törődni. Hát volt, aki meghalt, az nem kétséges, ilyenbe, mert egy idő után elkezdtük észrevenni, hogy az emberek egy része ilyen álomszerű dologba kódorog. Látszott a személy, hogy nem ott van, nem adott rendesen válaszokat, ingott, nem tudott rendesen menni, és ezek egyszer csak eltűntek. És ezeket soha többet nem láttuk. Na most ezek azokról, akikről nem tudunk, hogy mi lett velük, nem tudjuk ma se, hogy hányan haltak meg, mint ahogy azt se tudjuk hivatalosan, hogy kik voltak ott. Mert itt csak a létszámot, meg a neveket, azt így emlékezetből állítottuk össze. Tehát ma sem nincs semmi hivatalos. Ma is még ostromoljuk a belügyet, stb. És nem tudnak, vagy nem akarnak választ adni rá. Furcsa dolgot mondok, de én szerintem nem volt rendszerváltás. Nem volt olyan értelmű rendszerváltás, biztos nem volt. Tudja, mi volt? A tervgazdaságot piacgazdaság, rabló piacgazdasággá változtatták. Ez a komoly változás volt. De ugyanazok az emberek, akik azt csinálták, csinálták azt is. Tehát itt szó sem. Most itt mindig kiszúrták a szemünket ilyen apróbb, egy pár ezer forinttal. Most a mostani kormány az sokat tett valóban, hogy ilyen anyagi juttatásokon, de már alig vagyunk. Hát már alig vagyunk. És ez a többi táborokra is vonatkozik. Hát igen, pont annak a mintájára csinálták. A recsket azt úgy csinálták meg, hogy kijelölt távosok kimentek a gulágot tanulmányozni, visszajöttek és elkezdték megépíteni recsket. Ez így történt. Na most azért, hogy valami vidámabb dologról is beszéljek, volt egy idő, amikor munka után, mikor bevonultunk szombatonként, a két baraksor között kellett a tábornak felsorakozni, és ekkor olvasták föl a munkateljesítményeket, és hogy ki mennyi fogdát vagy buszbakötést kapott. Most ezt úgy neveztük ezt a dolgot, hogy Saturday Evening Maire. Tudja, mi a Maire? Az Maire. Rab nyelven félelmet jelent. Ugye tudja, volt az a Saturday Evening Post, annak a mintájára, hogy Saturday Evening Maire. Ott az ember volt, és egyszerűen felolvasták, hogy csak 65%-ot csinált két óra gúzsba kötés. Csak akkor mindjárt ment is a fogdára. Én emlékszem rá, hogy egyszer, mikor ilyen 30 napos sötéten voltam, tél volt, december volt, és mikor a 30 nap letelt, és este jöttem ki, akkor olyan volt, mint egy mesevilág. Képzelje el, hogy a jégcsapok lógtak az ereszeken, olyan volt, mint egy ilyen kis tündérmesefilm, az egész tábor. Az állósoknál füst ment ki a kéményeken, csillogott, villogott minden, a csillagok szikráztak. Annyira furcsa volt, hogy tulajdonképpen ilyen tériszonyt kaptam. Nem mertem mozdulni. Annyira rázuhant az ember ez a csodálatos csillagos éjszaka. Akkor volt úgy, hogy normál. Hát ez érdekes. Mindenki mást. Én például, én szeretem vadászni. És az volt a szórakozásom, hogy összeállítottam Kanadába egy lovas vadász kirándulást. De úgy, hogy a málhás állatoknak a nyergit ki megtervezte, széjjel foglalkoztam, ez érdekelt. Az ember egy ilyen ólmos zsibadságban magába süppett. Volt egy egere. Az adtam neki pár szem kenyérmorzsát, és éjszakára ide bebújt a köpenyembe.
szerencsétlen nagyon tapostam. Mert az volt a helyzet, hogy amikor a... Ugye sötét volt bent teljesen. Most az őr az időnként benézett, egy ilyen cirklit hajtott el, és az mint egy ilyen lézersugár jött be a sötétbe. És akkor föl kellett ugrani napközben. Mert nem szabad volt napközben, nem szabad volt csak ülni. De olyan kicsi volt az az egyes zárka, hogy sétálni nem lehetett. Csak egy-egy lépést. Az ember egész nap ült, mert mondom, lefeküdni nem lehetett. Este takarodókor lehetett lefeküdni, de hát ki tudott lefeküdni, amikor még egy pokrózsa se volt. A köpenybe burkolódott be az ember, maga alá húzta a lábát, azt is próbálta takargatni, és ilyen álomvilágba élt. És szóval próbálta magát elfoglalni, és általában sikerült is. Most én nem tudom, hogy mondjuk egy primitív ember ezt hogy érte végig, de az értelmések általában jobban végig tudták élni ezt. Mert volt, amivel elfoglalták magukat. És volt egy úgynevezett orvos társaság, a négyen, öten voltak, ebből három mindig a büntetőbrigádban volt, mert becsukták őket oda, azt akkor kellett az orvos, akkor megint kivitték. Naponta reggel, a reggelinél kellett bejelenteni a gyöngékedőt. Ez annyit jelentett, hogy akkor reggeli után odajött az orvos, 38 fok alatt szóba se állt. 38 fok fölött azt mondta, hogy bemaradhat a barakba. Akkor bent lehetett maradni. Hát a kórházba az csak hullaként lehetett bemenni. A főorvos az egy ilyen morfinista csibész volt, aki mindenre hajlandó volt, csak hogy a morfinuma biztosított legyen. Úgy hívtuk, hogy Mengele. Hát ez egy szerencsétlen ember volt, aki egy emberi roncs volt, és hát kegyetlen volt. Kegyetlen volt. Aztán a többi orvos az mind nagyon rendes volt, de hát nekik nem volt módjuk semmit segíteni. Mert mondom, 38 fokos láz alatt nem lehetett bemaradni még a barakba se. Hát orvosság meg ilyesmi az ismeretlen fogalom volt. De mik volt? Ugye sebesüléseket próbáltak rendbe rakni, de hát nem volt elég gyógyszer, kötszer. Ez mind olyan provizórikus megoldásokkal kötözték meg rakták rá. Volt egy főtörzsőrmester, az volt az egészségügyi parancsnok. Ez ilyen nagyúri alűrökkel rendelkező manusz volt, mert vadászott, meg lovagolt, és operálni akart állandó. Most képzelj el, hogy volt gondolom három elemie, amikor neki állt operálni sebeket. És a Mengele hagyta, mert hát őtőle függött, hogy ott marad-e vagy nem. Hát még egyről beszélnék a normáról. Volt egy műszaki brigád, zömmel mérnökökből állt, ezek rendes emberek voltak, de meg voltak félemlítve, mert hiszen nem mindegy volt az, hogy volt egy külön műszaki barak, ahol ágyba aludtak, ahol rendesen kaptak enni, ahol nem kellett hajnalba beállni a hóba, tehát azért vigyáztak arra, hogy ott maradjanak. De azért jó indulatúak voltak. Most ezek kimérték azt a normát, amit meg kellett csinálni. És ha nem csinálta meg az ember, azt is regisztrálták. És volt egy úgynevezett gumikaró, mert ezek kikarózták azt a földmennyiséget, amit mondjuk ki kellett termelni. És akkor a gumikaró elkezdett mozogni. Amikor nem néztek oda, akkor visszatettük. Úgyhogy kevesebbet kellett fejteni róla. Volt egy kis versike is, még ma is emlékszem rá. Valahogy úgy szólt, hogy
A percek szállnak, mint az évek, talán már nem sokáig élek, de ameddig meg nem halok, addig mindig normát csalok. És tényleg csaltuk is a normát, ez is nagyon sokat számított, hogy az ember életben maradjon. Most ez nehogy úgy gondolják, hogy olyan szerű besugás volt, mint ugye a kint a 3x3-as, meg a... Ezek ilyen piti szintű besugások voltak. A rab brigád vezető, aki rosszabb volt, mint az ávós, annak voltak besugói. De ezek olyan besugók voltak, hogy XY azt mondta, hogy. De ez ott már elég volt ahhoz, hogy leküldjék a fogdára. És az a fél csajka bab, amit kapott az illető a besugásé, meg az életet jelentette. Most én tudom, hogy ezek nem voltak grálovagok. De mi mindig azt mondtuk, hogy csak az mondhat ítéletet ezek fölött, az emberek fölött, akik hasonló körülmények között nemet tudtak mondani. És szerencsére az öm az ilyen volt. Tudtuk, hogy kik a vanderok általában. Volt olyan is például, hogy beszervezték, nem tudott nemet mondani, mert mondjuk állandóan gúzsba kötötték miatta. És mindig, vigyázzatok, vamzer vagyok. Így ment valahova. Na most, az embert megpróbálták többször beszervezni. És ez, amit most mondok, ne ősiességnek nézze, mert nem az volt, hanem hideg számítás. Egy időben a büntető brigádnak az egyik oldalán volt egy kis iroda elkülönítve, ez volt a brigád vezetői. És az operatív főnök járt le esténként oda, és hivatták be az embereket. Hát ugye tudtuk, hogy miről van szó. És az emberek egy része úgy jött vissza, hogy vagy beszervezték, vagy ment a fogdára. Most én elkezdtem gondolkozni, hogy mi az ördögöt lehet itt csinálni, hogy se erre ne menjek, se arra ne menjek. És akkor azt találtam ki, és szerencsére be is vált, hogy azt tudtuk, hogy az első kérdés mindig az ilyenkor, hogy ugye maga nem ártó szándékkal csinálta. És erre az emberek 99%-a azt mondta, hogy nem. Ebben a pillanatban már meg volt fogva, hogy akkor most jóvá teheti. És ha itt azt mondta, hogy nem, akkor már ment a gúzsba kötésre. És én elhatároztam, hogy amikor fölteszi nekem ezt a kérdést, azt mondom, hogy igen. És amikor föltette a kérdést, azt mondtam, hogy de igen. Ez a manusz, ez egy tanulmány lett volna leírni az arcát. Ez elkékült, elpirosodott, rám nézett, a hitetlen, és azt mondta, hogy takarodjon ki. Még csak a fogdás sem mentem. Első fogda még az ősidőkben, tehát a kezdeti időkben, ez egy ilyen 1 méter 20, 1 méter 30 mély árok vagy gödör volt, amiben körülbelül 20-30 centis víz állt állandóan. Na most az első időben még nem volt a rendes fogda, és még akkor nem tudta kolbuszgat ötni. A büntetés az volt, hogy ebbe éjszakára beleállították az embereket. És akkor reggelig ott állt a 20-30-40 centis vízbe, kint meg volt -2 fok. És közben ott volt az ávós őr, aki unta magát, és állandóan szórakozott az emberekkel. Mert ez volt ám a legrosszabb dolog, amikor... Tudja, én ezekre az ávós őrökre én nem is haragudtam igazán. Mert ezek ilyen a társadalom peremiről lévő emberek kerültek oda, akikbe addig mindenki csak belerúgott, mindenki csak szaladj ide, szaladj oda volt, nem törődött vele, és ezek egyszerűen csak kaptak egy jó ruhát, kaptak jó élelmet, elkezdtek emberként bánni velük, hatalmat adtak nekik. Hát világos, hogy ugye istenítették azt a rendszert. És ez alátámasztja az is, hogy ezeket az embereket vadították. Mert
Minden héten csütörtökön délelőtt volt ilyen szemináriumuk ezeknek. Tehát ilyen ávós tisztek jöttek Pestről, és vadították ezeket az embereket. Szerda este már majdnem emberi vonásokat lehetett ezeken felfedezni. És csütörtökön ebéd után, mint a megvadult horda rontottak ránk. Ezek voltak az igazik az emberek, ezek, akik vadították. Mert ezek ilyen szerencsétlen emberek voltak. Szellemileg nem voltak azon a szinten, hogy el tudják dönteni, hogy jó-e vagy rossz, amit csinálnak. Én egy ellenállási mozgalomhoz tartoztam valóban. És csak nem tudták bizonyítani. Ez egy nagy, ez most csak így említem, ez nem ennek a beszélgetésnek a témája. De itt 46-tól kezdve Magyarországon volt egy nagyon erős ellenállási mozgalom, amelyik együtt dolgozott az Office of Strategic Service-zel, az Intelligence Service-zel, a Disziembróval, hát a Gélenék akkor még nem voltak. És ennek a célja tulajdonképpen nem az volt, hogy akkor csinálni valamit, hanem a szervezetet fölépíteni, hogy amikor majd kelleni fog, akkor ne akkor kelljen kezdeni. Érti, mire gondolok? Tudnék, a nyugati hatalmak 99%-ra vették, hogy körülbelül 1948 telire az oroszok le fogják rohanni Európát. És nekik egy-két kis hadosztályok volt, amit oda tudtak állítani. Tehát ők tudták, hogy két héten belül elérik a Lamancs-csatornát. Most keresték azt a lehetőséget, ahol kis erőkkel föl tudják tartani kis területet. És ezt megtalálták Spanyolországba. Ennek köszönhető, hogy a Franco átvészelte a fasiszta rezsimivel azt az időt, amikor azt, hogy fasiszta még kiejteni se lehetett. Mert a Pireneusokat nagyon kis erőkkel le lehetett zárni. És akkor ők nem kellett nekik egy újra partraszállást csinálni majd, hanem oda tudtak volna koncentrálni. Hogy aztán másképp alakult a dolog, ez más. Ez az egész ellenállási mozgalom több tízezer embert ölelt föl, ezredek álltak beszervezve, és kétféle vonalon futott, volt egy politikai vonal, és volt egy katonai vonal. A politikai vonal, akinek a vezetője a Somogyvári Gyula író volt, meg a Haller István, egy volt miniszter, az csak ilyen, hogy mi lesz akkor majd, ha. De a katonai vonal az nagyon szigorúan fölépítve, szerveződött egységekre. Nem volt feladat, amit akkor meg kellett oldani, hanem csak a szervezés. Most, amikor aztán eldőlt, hogy az oroszok mégse támadnak 48 elején, akkor ezek a nyugati titkosszolgálatok azt akarták, hogy a szervezetet tartsuk föl továbbra is. És én ezért azért tudok többet erről, mert ez annyira titkos volt, hogy nem tudták föltörni. Csak a katonai vezető apámnak jó barátja volt. És amikor én még kint hozzácsatlakoztam ehhez a mozgalomhoz, akkor ilyen ismeretség révén ott maga mellett tartott ilyen mécsempűrral lesznek. Hát egy kis hadnagyoska voltam, hát nem. Csak ilyen, hogy most szaladjál ide, intézett el, szerveződött, úgy hivatalosan föl is lett oszlatva. Tudnék, ezek a nyugati titkosszolgálatok azt akarták, hogy létezzenek továbbra is, és akkor összeült a katonai és a politikai vezetés, és azt a döntést hozta, hogy eddig magyar ügy volt, ezután már nem magyar ügy, és ezért nem hajlandók a magyar fiatalság színejavát feláldozni. Mert onnantól kezdve már óhatatlan, hogy föl fogják törni. Mert részben feladatom volt, és ha én egyszer vállalok valamit, azt én végig szoktam csinálni. 56-ban volt feladata. 56-ban is. Tehát ez hozzátartozott a régi dologhoz. De 56-ot meg a leverték, nem gondolta, hogy irányi nyugat. Nem, mert nem volt annak vége igazából. Nézze, én gondoltam arra, hogy kimegyek, de a végén úgy alakult, hogy mégsem mentem ki. Bizony vártam, hogy elvisznek
de szerencsére az nem következett be, csak az első választásokon röpcéduláztunk. Yeah. És abban buktam 56 után, úgyhogy az már lényegesen enyhébb dolog volt.